sznobság, fokozhatatlan unalom, merő időpocsékolás. Ki jár még komoly zenei koncertekre? Ezt kérdezi a zenegyűlölő. Frakkos emberek, antik kulisszák, mintha még mindig 1827-et írnánk. Sokan nem értik, feszengenek. Mi jó ebben? Ezeket a furcsaságokat állítja pellengérre a humorral megfűszerezett szimfonikus koncert, a zenegyűlölő. Van a fején egy madárfészek, és az egész opera alatt ő így közlekedik. És azt énekli, hogy az erdőt járva sípolok, így élni, hely, de vigdolok. A fűzfa sípról ismer meg, a férfi nős a kisgyermek. Na, ez szerintem, ez nagyon sok minden, de hogy nem komoly, az egészen biztos. Ez egyáltalán nem komoly. Komoly az Kozsótól a szomorú szamuráj. Az... Bár Kozsó dalok nem hangzanak el, Mozart, Beethoven és Rossini annál inkább. Akit netán elriasztana a komoly zene, Janklovics Péter humorista kalauzolásával próbálhatja meg levetkőzni a műfaj iránti ellenszenvét. Az ismert és kevésbé ismert klasszikusok közt a stand-upos egy percre sem kíméli a művészeket. Az emberek úgy ülnek be egy ilyen furcsa helyzetbe, csöndbe kell lenni, szűkek a székek, valami, amit nem értek, jaj, valami hosszú lesz, bonyolult lesz, hogy ahogy én is keresztbe teszik a karjukat, és így elzárkoznak egy picit. És amikor nevetsz, akkor úgy kiengedsz. És akkor a lelked is jobban be tudja fogadni ezeket a dolgokat. Hámori Máté karmester mindig szerette volna másoknak is átadni a klasszikusok iránti szenvedélyét, új utakat építeni a zenéhez. Ezért kereste meg Janklovics Pétert, akinek munkásságát gyakorlatilag folyamatosan átszövik a dallamok. Már a próbán sem bírt magával, és megállás nélkül tesztelte a zenekar idegeit. Vallom a mai napig, hogy nincs olyan műfaj, tehát hogy nincs, hogy rossz műfaj, meg jó műfaj, hanem minden műfajban lehet maradandót és értékeset alkotni, és minden műfajban lehet ugye kevésbé igényeset. És hát nyilván, amit egy klasszikus koncerten játszanak, nagy zeneszerzők nagy műveit, azok nem véletlenül maradtak fent több száz éven keresztül. Fura is lenne a varázsfuvolába, hogyha az éj királynője együtt énekelni az áriát, hogy... ezer volt a jegy. Te énekeld ki az F-et, ne nekem kelljen már helyetted. Van egy baromi jó terméked, aminek a csomagolása mondjuk nem változott semmit az elmúlt 100 évben, miközben az embereknek az igénye az egy picit megváltozott, de maga a termék, azt nem kell megváltoztatni. A zene, a Rossini, Mozart, az ugyanúgy működik, mint 100 éve, tud működni. Az embereket kell kicsit előkészíteni ahhoz, hogy ezt a terméket be tudják fogadni. A közönség reakcióját látva az előkészítés kitűnően sikerült. A most látott részletek a zenegyűlölő első felvonása, de már színpadon a második rész, amelyben az opera műfaját veszik górcső alá. Sőt, tervben a harmadik epizód. A lényeg, hogy olyanokat is megszólítsanak, akik eddig óckodtak a komoly zenétől. Hozzám is nagyon sok jó visszajelzés érkezett, sőt, még volt ismerősi körömből, akinek szereztem egyet, és mondta, hogy mennyire jó volt, és még utána kérdezett, hogy az a, nem tudom én, negyedik vagy ötödik mű, ahol a fuvola szóló volt, hogy az miből volt, mert hogy az tényleg mennyire szép. És követelte a YouTube linket, hogy küldjem át, hogy az mi volt. Úgyhogy elérte a célját, azt gondolom. Kedves hallgatóink, önök David Guetta negyedik szempler versenyének második tételét hallhatták Smallban. Pendrive-ra alkalmazta Armin van Buuren. DJ pulton közreműködik Fritz Kalkbrenner. Vokál Nicki Minaj. Vezényelt Tiesto. Bár a humorista az elején még kérdőre vonta a nézőket, miért járnak manapság komoly zenei koncertre, egyáltalán mi a jó benne, mire az előadás véget ért, saját magát győzte meg arról, hogy ez azért valójában egy nagyon jó élmény. Ezt hova raknátok be, vagy ilyen? A Hír TV-be. Hova raknátok be? Hát. Édes Istenem, Máté, hát... Jó. Vigyetek ki.